Hatodik alkalommal rendezik meg itt Beleden, illetve Sárváron az Axiál Akadémiát. Minden esztendőben valamilyen szakmai téma az, ami köré csoportosítják az előadásokat. Az idén ez hogy történt? Igen, mindenképpen szeretnénk a gyakorlati részére hangsúlyt fektetni. Ez megmutatkozik abban, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szarvasmarha telepünket is meglátogassák a partnereink, és a gyakorlati témán tulajdonképpen helyben is meg tudják nézni. Gondolok itt például a tömegtakarmány készítésre, ami alapvetően ennek a mostani akadémiának a témája volt. Ezek közül is ugye a szredis technológiája, amit ugye a Klász hozott Magyarországra, és mi ezt az elmúlt évben már alkalmaztuk a betakarítás során, és ezeknek az eredményeit, elsősorban most még a beltartalmi eredményeit, önmagában a depó kialakítását, a tömörítést, a szecskahozt, a szemnek a roppantottsági mértékét, és ezeket tudták itt helyben megnézni a kollégák, és erről tudtak bent néhány olyan jellegű elmélet előadást is hallani, ahol gyakorló tehenészek mondták el a véleményüket, hiszen Amerikából, az Egyesült Államokból, illetve Németországból egy-egy tehenes gazda volt itt, akik alapvetően nem is akármennyi, hiszen az egyiknek 1800 tehene volt, a másiknak meg durván 600 tehennel rendelkezett. Ők már 3-4-5 éves múltra visszamenőleg próbálták ennek a technológiának az előnyeit összefoglalni. Mit tudnak önök, magyarországi tejtermelők hasznosítani azokból az információkból, amiket ezek a külföldi gazdák elmondtak? Nem feltétlenül mindig az újdonságot kell csak benne megkeresni, hanem az, hogy kapunk egy megerősítést arra, hogy jó úton haladunk, jól tesszük azt, amit teszünk. Tegnap is például az embereknek a kérdése, vagy a silónál a tömörítésnek a kérdése, ahol nagyon sokszor visszatértek arra, hogy milyen fontosak ezek a dolgok. Ezek megerősítenek, mondom még egyszer. És természetesen minden előadásban van egy-egy momentum, amit talán az ember már hallott valahol, de elfeledett alapvetően, és igyekszik visszaépíteni a hétköznapokban. Nagyon fontos a gazdaságosság, az, hogy megfelelő haszonnal tudják előállítani a tejet. Mit változott ez alatt az egy év alatt a tej ára, illetve a gazdaságosság itt az ágazaton belül? A tejára, hál' Istennek, jelen pillanatban most egy 3-4-5 hónapja pozitív felszálló ágban van, bár éppen ugye tegnap hallhattuk, illetve már a piacról tudjuk, hogy most van egy pici megtorpanás, illetve csökkenés. Ennek a csökkenésnek a mértéke nem lesz mindegy majd, hogy milyen mértékű, mert most ez a nagyságrendileg 100 forint körüli ár, amit a termelők el tudnak érni átlagosan, ez azért már az önköltség felett van, tehát támogatás nélkül is. Természetesen még most is lehet hallani, hogy tegnap is hallottuk telepmélettől állandó költségek, ott dolgozó emberek bérétől, és hát a kifejt tej mennyiségétől, tehenek számától azért nagy mértékben függ az, hogy milyen önköltséget dolgozunk. Tegnap is elhangzott 91 forinttól 106 forintos tejönköltség is, tehát azért a 100 forint, mondom, átlagban ennek már azért az önköltség feletti árnak kell lennie. Meg fogjuk látni, hogy az előző években mit tudtunk a munkaszervezéssel, a technológiáknak a minél jobb kihasználásával, a beltartalmi értékeket nagyon fontosak, hiszen azok mindig egyfajta megtakarítást jelentenek. Mindegy, hogy a szója értékben veszem, vagy bármiféle más jellegű abraktakarmány megtakarítást jelentenek. Tehát ezeket a guruló forintokat keressük tulajdonképpen. Itt ezek a tehenek, amiket itt láthatunk a háttérben, ezek nagyon jól teljesítenek, hiszen a tizedik legjobb tehenészet ma már ez a beledi tehenészet az országban. Lehet ezt a teljesítményt még fokozni? Ma ugye 11.722 kilóról beszélünk, vannak természetesen terveink. Azt is látjuk, hogy hol van jelen pillanatban talán ennek a gátja, legyen ez akár a fej és idők átszervezésével, munkaszervezésével, genetika, szaporodás, biológia, takarmányozás, mindenhol van még tartalék, biztos vagyok benne, és nagyon szeretnénk a számunkra egy államhatárként a 40 kg-os fejési értékeket elérni. Abban gondolkodnak-e, hogy esetleg az állományt növelnék, hiszen itt van hely, a telepen még istálló tudnának építeni? Igen, a legegyszerűbbnek tűnő dolog lenne az, hogy vemhesüszőt venni most a piacról, hiszen jelen pillanatban a vemhesüszőnek mondjuk így alacsony az ára az előző évekhez képest, amikor az export azért jól megnyomta, de vásároltunk is a korábbi évekbe, de mindig hoztunk be valami olyan baktérium vagy egyéb törzset, olyan áltegészségügyi státuszt, ami még nem volt a telepen, és ennek mindig megittuk a levét, ezért inkább arra törekszünk, hogy saját állományból fejlesszük, és ezzel minden lehetőségünk és képességünk, úgy látom, megvan a kollégáim segítségével, hiszen az elmúlt évre is mindegy 1000 borjú született, és annak a 62%-a ez üszőborjú volt.
használjuk az ivarspecifikus spermát is, ami az üszőknél is, telneknél is, ott, ahol lehet. Tehát azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban sokkal több üszőborjunk fog születni, ami lehetőség lesz arra, hogy saját erőből, saját állományból fejlesszük mindegy 1200-ra ezt az állományt. Hány családnak adnak itt Veleden önök munkát? Hát 72 dolgozónk van, a városnak a legnagyobb foglalkoztatói közé számítunk. Emellett én azt gondolom, hogy még legalább kétszer ennyi embernek adunk munkát, vagy családnak adunk munkát és megélhetési lehetőséget részben egészben.